Sziasztok! Szeretettel üdvözöllek benneteket a Magyarság Kutató Intézet érettségi plusz műsoraiban, a magyar nyelvtörténeti, nyelvi nyelvtörténeti negyedik rész a mai műsorunk. A negyedik részben halotti beszéd és könyörgés, legrégebbi magyar nyelvemlékünk lesz a téma. A következő dián láthatjátok, hogy ez a halotti beszéd és könyörgés az emelt szintű érettségi negyedik témaköre. Szeretném azonban elmondani nektek, hogy középszinten is ugyanúgy érdekes információkhoz juthattok ebből a műsorból, hiszen a legrégebbi teljes magyar szövegemlékről van szó, és nagyon sok olyan háttérinformáció elhangzik ebben az adásban, amely a középszintre készülőknek is komoly segítség lehet. És ahogy mondani szokták, ha egy kicsit több van, az még senkinek nem ártott meg. Nézzük tehát, hogy mitől különleges, miért olyan érdekes a halotti beszéd és könyörgés. A nyelvészeti szakirodalomban, ne csodálkozzatok rajta, ha nagybetűvel látjátok, ez egy nyelvtörténeti hagyomány, a köznyelvi írásmódja általában az szokott lenni, amit a nyitó dián is láttatok, tehát ez. A nyelvemlékeink sorában különleges helye van, mint említettem, 1192 és 95 között született, és abban az értelemben első, hogy az első teljes olyan szöveglejegyzés, amely szinte egészében magyar nyelvű. Márha eltekintünk attól a picinke közbevetett résztől, hogy kiáltsátok hármul, Kyrie eleison, ami ugye görögül a keresztény egyházi terminológia hagyománya szerint annyit tesz, hogy Uram irgalmaz. Egyébként valóban teljesen magyar emlékről van szó. És nem csak a legrégebbi teljes magyar szövegemlék, hanem a magyarral rokon finnugor nyelveknek a legrégebbi szövegemléke is egyben. Összevetésül a legrégebbi észszövegemlék, teljes szövegemlék 1525-ből van, a fennmaradt, tehát amiről nem csak bizonyság van, hanem ténylegesen fennmaradt, az pedig 1535-ös, tehát több mint 300 évvel későbbi. Ezt azért emeltem ki, mert ugyanakkor az észt az a balti finn nyelvek közt a legrégebbi teljes szövegemlék. De nézzük tovább. Nyelvemlékeinket több szempontból is osztályozhatjuk. Az egyik lehetséges szempont, hogy milyen írásrendszert használnak ezek az emlékek. A legkorábbi magyar szövegemlékekben ugyanis még görögbetűs szövegek is előfordulnak, éppen azért, mert Szent István államalkotó és egyházszervező munkássága előtt nem volt egyértelmű a Róma iránti elköteleződés. És természetesen nem lehet figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy az ősmagyar kultúrának a rovásírásos lejegyzések is részei voltak, de ez egy hatalmas téma történeti, régészeti, nyelvészeti érdekességekkel, ami teljesen önálló témakört jelentene. Mi megmaradunk annál, ami a Szent Istváni államalkotó munkásságnak a kulturális eredménye, ez pedig a nyugati keresztény orientáció és ezzel a latin betűs írásrendszer átvétele, így a latin nyelvnek is kiemelt szerepe volt a kora-középkori művelődésben. Talán emlékeztek tanulmányaitokból arra is, hogy Magyarországon de jure a latin nyelv 1844-ig, a magyar nyelv hivatalossá tételéig tulajdonképpen hivatalos nyelv volt, eltekintve egy rövid periódustól II. József császár uralkodása alatt, amikor ezt a funkciót inkább a német töltötte be. Ugyanakkor nyelvtörténeti szempontból nem az írásrendszer az elsődleges osztályozási szempont, hanem az, hogy milyen terjedelmű, milyen típusú ez a nyelvemlék. A legkorábbi nyelvemlékek, és ebben talán semmi meglepő nincsen, nem teljes magyar szövegeket tartalmaznak, hanem például egy korabeli könyvkötő valahol vett a 15-16. Században egy ősnyomtatványnak a borítóját készítve, ami régi kódexlapokat, mert éppen a 16. században ugye a szép kódexek kezdtek divat
ból kimenni, és azt mondta, hogy cak, szétvágom ezt a kis kódexet, és bekötöm egy új szép könyvnek a borítójába, nyomdász, illetve könyvkötő szakszóval, jó lesz makulatúrának. Egy jó csomó nyelvemlék úgy maradt fönt, hogy szalagok töredékeként, csak ilyenek a magyar nyelvtörténetben a königsbergi töredék és szalagjai. És vannak olyanok, ahol úgynevezett vendégszöveg a magyar szöveg, idegen nyelvű, döntően görög, vagy latin szövegbe ágyazták be ezeket a szövegeket. Ilyen például a Szent István király uralkodásának első vagy második évében keletkezett Veszprém völgyi apácák adománylevele, ahol görög szöveg közben vannak magyar betétek, és ilyen az ábrán látható Tihanyi apátság alapító levele is 1055-ből, első András király uralkodásának idejéből, ahol a király a tihanyi bencés szerzeteseket erősítette meg adományával az apátság működésében és az apátság anyagi alapjainak a létrehozásában. És ha nagyon figyelmesen nézitek, itt ennek a tihanyi apátság alapító levele töredéknek a közepén, ahol a vardott rész alatti második sort nézitek, ott egy majdnem teljes magyar mondatot láthattok, a Fehérváru reá meneh hodú utu reá, Fehérváru reá meneh hodú utu reá sort, ami mai magyarul annyit tesz, hogy Fehérvárra menő hadi útra. Érdekessége ennek a sornak, hogy olyan ősiséget őrzött meg, amely a mai magyarra már nem jellemző, a névszói esetrendszer ragjainak a kiteljesedéséről van szó, amikor a Fehérvárra és a hadi útra még nem toldalék, nem ragaszték volt, nem agglutináló módon járult az esetrag a szótőhöz, hanem névutót látunk helyette, tehát nem rare toldalékot, hanem reá, fél önálló szót, névutót, Fehérváru, reá mene, hodú utú reá. És még azt is láthatjátok, hogy az egyébként mai magyar nyelven egy szótagú szavaink, olyan mint a had, az út, vagy a vár, azok bizony két szótagúak, úgynevezett tővék hangzójuk van, ezt mutatja az ú, váru, hodú, utú. No de, és itt láthatjátok a teljes alapító levelet a király pecsétjének a nyomaival az alsó harmad közepén. No de természetesen nem csak ilyen beágyazott vendégszövegek vannak, hanem, ahogy említettük, vannak egészen korai teljes emlékek is, és a legelső a most sorra kerülő halotti beszéd és könyörgés, amely tehát teljes szövegemlék, szemben a Tihanyi apátság alapító levelével, amely ezzel szemben szórványemlék. A halotti beszéd és könyörgésnek jelentősebb része látszik ezen a kivágáson, és valóban láthatjátok, hogy ez egy teljesen magyar szöveg. Ugyanakkor viszont azt is láthatjátok, ha figyelmesen olvassátok, hogy ennek a magyar szövegnek a helyesírása, már ha a 12. század végén modern értelemben vett helyesírásról egyáltalán beszélni lehetett volna, alaposan eltér a mai magyar helyesírástól, és tulajdonképpen a legtöbb ismert mai nyelvjárási formától is, de ez az eltérés csak látszólagos, és csak az írásmód tér el. Tulajdonképpen, ha kiejtve olvassuk ezt a szöveget, az eltérés egyáltalán nem olyan jelentős, mint akár más európai nyelvek esetében egy 1200 körüli szöveg és egy modern szöveg között. Mindenki tanul ma angolul, és nyilván ti is nagyon jól tudtok már angolul. Gondoljatok például arra, hogy bármilyen jó modern angol ismereteitekkel el tudjátok-e olvasni eredetiben William Shakespeare gyönyörű királydrámáit vagy vígjátékait.
Amíg a magyar olvasó Arany Jánosnak, vagy Petőfinek, vagy Vörös Martinak, vagy az újabb klasszikus fordításoknak gyönyörűbbnél gyönyörűbb változatait olvashatja, addig egy angol, akármilyen iskolázott gyermek, ha nem tanult jó angol nyelvtörténetet, bizony az eredeti, nem modernizált Shakespeare szövegeket ma már nem érti meg. Ezzel szemben, ha egy picit tisztában vagyunk a halotti beszéd helyesírásának a sajátosságaival, nyugodt lélekkel kijelenthetjük, hogy minden mai picit is iskolázott tanuló ezt a szöveget megérti. Ez a magyar nyelvterületnek és a magyar nyelvtörténetnek egy különös érdekessége, nevezetesen, hogy az utóbbi 800 év során más európai nyelvekkel összevetésben a magyar viszonylag keveset változott. Gondolhatunk itt nem csak az óangolra, hanem akár az ófelnémet vagy az alfelnémetre is. Ki érti meg például külön hatalmas filológiai apparátus nélkül Walter von der Vogelweide verseit? Szinte senki. Ezzel szemben Balassi Bálint verseit, jó, lehet ez pár századdal későbbi, mint Walter von der Vogelweide, de minden nehézség nélkül megérthetjük. És ugyanez a helyzet a ólasz szövegek esetében, ha az itáliai olasz nyelvjárásokat nézzük, és még számos más európai nyelv esetében. Kijelenthetjük tehát, hogy a magyar az utóbbi 1000 évben minden változás ellenére megtartotta egy olyan alapot, amely lehetővé teszi, hogy a régi szövegeinket is megértsük, különösebben nagy magyarázó apparátus nélkül is akár, és azt élvezhessük is. Amikor újabb szakaszába érkezik a magyar írásbeliség, az azt jelenti, hogy már egész kódexek lesznek magyar nyelvűek. Az első ilyen kódexünk a Jókai kódex, ami az 1440-es években keletkezett, itt pedig a következő diánkon baloldalt egy gyönyörű, imádságos könyvlapot láttok, a későbbi tulajdonos neve alapján Festetics kódexnek nevezték el, az eredeti tulajdonos azonban Kinizsipálnak, Mátyás király híres vitézének a neje, későbbi özvegye, Magyar Benigna volt. Az ő imádságos könyvének az egyik nagyon díszes lapjáról van szó, és bármennyire is furcsa maga a kódexnek az írásmódja, ez bizony teljesen magyar szöveg, és ha az írásmódnak a nehézségét valaki kiismerte, akkor tulajdonképpen a szavak már könnyen felismerhetők, és nagyon hasonlatosak mai magyar szavainkhoz. A jobboldali pedig egy különlegesen érdekes ősnyomtatvány, ez tehát már szemben a baloldali kéziratos magyar könyvvel, kódexel, ez egy nyomtatott magyar könyv, méghozzá az első teljes nyomtatott magyar könyv világi témában, és egyébként is, és ezt azért nagyon érdekes hangsúlyozni, mert a korai könyvek, az úgynevezett ősnyomtatványok nagyon nagy része egyházi, liturgikus jellegű könyv volt, bibliafordítás volt, vagy bibliai alapú, bibliafordításhoz készülő grammatikai kézikönyv volt. Ezzel szemben ez egy bájos korai európai bestseller, a 16. század elejé bestsellernek a többnyelvű kiadása, Hieronymus híres nyomdász krakkói műhelyében készült, és a magyarítás szerzője nem más volt, mint Erdő Szilveszter János, Kelet-Magyarországról Zemplén vármegyéből származó ifjú, aki krakkói tanuló idejében mellékkeresetként vállalt fordításokat és korrektúrázást Hieronymus Vietor nyomdájában, és ez a könyv 1527-ben jelent meg lengyel, magyar, német, latin szöveggel. Gondoljátok meg, hogy 1527-ben vagyunk, egyetlen évvel a Mohácsi csatavesztés, a történelmi magyar királyság összeomlásának kezdete után, és európai viszonylatban is hamar jelenik meg egy ősnyomtatvány, magyar nyelven is, amely nem egyházi, nem teológiai, hanem kifejezetten világi témájú. Ennek a bájos könyvecskének szövegeivel egy későbbi nyelvtörténeti részben, az 5. fejezetben, a nyelvújítási részben még foglalkozni fogunk. Most beszéljünk egy kicsit újra a halotti beszédről, arról, hogy hol, hogyan született a halotti beszéd. Legjobb tudomásunk szerint a következő kép jobb oldalában
ennek a képnek a jobb oldalában látható Boldvai monostornak az Árpád-kori kistestvérében, elődjében, amely ma is része ennek az apátságnak. Elődében készült a halotti beszéd, ahogy említettem, 1192 és 95 között. Ez harmadik Béla király uralkodásának az ideje, és ez azért is fontos, mert harmadik Béla király francia dinasztikus kapcsolatainak hatására is megvalósította, létrehozta a királyi kancelláriát, tehát fejlett, rendszerezett, rendszeres írásbeliség volt a királyi udvarban, amely alkalmasint nem csak jogi aktusok, adománylevelek, birtokszerződések lejegyzését jelentette, hanem más témájú lejegyzéseket is. A baloldali képen pedig a felvidéki Mátyás földön a Dejáki apátságot mutatja, a Dejáki Bencés apátságot. Itt tőrizték valószínűleg már elég korán, talán már a 13. század végén is a halotti beszéd és könyörgést. Így tehát a születésénél Boldva és Dejáki játszottak szerepet, amely az Árpád-kori nyelvemlékek térképén is látható, ahol a 13-as pont láthatjátok a felvidéken, a Dunától északra, ez a mai Szlovákia területe, illetve a 15-ös ponton Boldvában, ez ma is Magyarország területére esik, tehát a 13-as és a 15-ös pont az, amely közvetlenül kötődik a halotti beszéd és könyörgés Árpád-kori történetéhez. Először nyomtatásban, és ez is meglepően korai, még az európai kultúrtörténetet tekintve sincs szó semmiféle megkésettségről, már 1770-ben megjelent a halotti beszéd és könyörgés teljes szövege ebben a könyvben. Ez Sajnovics János jezsuita szerzetesnek a Demonstratio idioma hungarorum et lapponum idemesse, tehát annak bizonyítása, hogy a magyar és a lapnyelv azonos, ha szó szerint fordítom a latin eredeti címét a Sajnovics kötetnek. Ennek a kötetnek a 4. és 5. oldalán, ahogy itt kiemelve a PowerPointon is látjátok, van az eredeti szöveglejegyzés, és különösen szép, hogy gyakorlatilag egy negyed évezreddel ezelőtt a tudományos szövegkiadás legtöbb kritériumának eleget tett ez a féle közlés, mert próbálta betűhíven közölni az eredeti emléket, utána Faludi előadásában és tolmácsolásában az akkori modern magyar nyelvet, ez tehát Faludi Ferenc, irodalmi tanulmányaitokból talán ismert költő és fordítónak a munkája, és közli a latin fordítást is. Akkor most el is olvassuk közösen ezt a szép emléket, és ha elolvastuk ezt az emléket, utána éppen itt az ideje, hogy egy picit kiránduljunk abban a korban hangulatilag, amelyben ez az emlék megszületett. Halotti beszéd. Látjátok feleim szümtükkel, mik vocsmuk, isapur és homu vocsmuk. Mennyi milostben terüm tevé jelevé mi visem üküt Ádámut, és odutta neki paradisumut hazoá, és mint paradisumban voló dzsimilcstül munda neki élnie. Héjon tilutoá üt icsfe dzsimilcsítül, dzse mundoá neki méret nümeneik. Is aki nopu nem dülosz dzsimilcstül, halálnek haláláol holsz. Hadlavá holtát terüm tevé Istentől, dzse feledevé. Engede űrdüng intetűjének, és evék osz tiltu dzsimilcstül, és osz dzsimilcsben halálu tevék. És osz dzsimilcsnek új keserű olávize, húcs turkukat migész okoztja volá. Nüm héon mugának, dzsemendő folyának halálu tevék. Haraguvék Isten, és vetevé üt ez munkás világ belé, és lőn halálnak és pukulnak fesze, és mindű nemének. Kik ozuk? Mik vocsmuk? Hogy és ti látsátok szümtükkel, is a nőm így ember múlhatsa ez vermüt, is a mönd oszhúz járók vocsmuk. Vimádjuk, Urunk Isten kegyelmét ez lélekér, hogy jurgosson neki,
és kegyítsen, és bocsássa mendő bűnét. Imádjuk Szent Asszony Máriát, s boldog Mihály Arkangelt és mind Angelot. Úgy imádjanak érette, és imádjuk Szent Péter urat, kinek odut hatalom Ódonia és Ketnie. Úgy óvja mendő bűnét, és imádjuk ment szentüküt, úgy legyenek néki segéd urunk színe előtt. Úgy Isten és imádságussal bucsássa ő bűnét, és szabadúha őt ürdünk ildetűjétül, és pukul kínzatujától, és vezesse őt paradisum nyugulma belé, és adjon néki műnyország belé utot, és mind jóban részet, és kiátsátok urunkhoz hármul, Kyrie eleison. Ez tehát maga a halotti beszéd és könyörgés, ez a temetési beszéd, hogy pontosan így hangzott-e, azt természetesen nem tudjuk. Hiszen nagyon korai nyelvemlékről van szó, amelyről mondani se kell, semmilyen más emlék, adathordozó nem maradt fent, nincsenek magnókazetták, nincsenek videókazetták, és nincsenek nyelvtanok sem, amelyeket segítségül hívhatnánk egyes nyelvi jelenségek megvitatására, vagy akár a kiejtési különbségek, a kiejtési eltérő kiejtési lehetőségek megvitatására. Ezért aztán nem is véletlen, hogy Faludi Ferenc olvasatától kezdve számos magyar kiváló nyelvtörténész elkészítette a maga olvasatát, ezek köz szám szerint majdnem 10 komolyan vehető akad, és egyik sem teljesen azonos a másikkal. Azt azonban talán már külön magyarázat nélkül is érzitek, hogy ez a szöveg valóban művészi, valóban olyan szöveg, ami nem véletlenül, nem kivételesen, nem egyszeriben pottyant ide a Kárpát-medencébe, és még csak nem is a kellős közepébe, hanem egy igencsak észak-keleti sarkába, oda éppen a boldvai apátságba, ahol nagy valószínűséggel írattatott. Harmadik Béla király idejében. Visszatérve, az Árpád-korban nagy kérdés, milyen sok szöveg született. Vajon tényleg csak annyi szöveg született szerintetek, ahány nyelvemlékünk fönnmaradt? Nyilván nem, hiszen a halotti beszéd és könyörgés irodalmi alkotásként is csodálatosan szép. Ha a felolvasásból más, nem is mint egy első benyomást, de az nyilván látszott benne, hogy ez egy jól szerkesztett, szépen hangzó, ritmikus szöveg, amely tele van a folklórból, a népköltésből is ismert stíluselemekkel. Itt van mindjárt a talán leghíresebb stíluselem, a halálnek halálául holsz, háromszoros betűríme, figura etimológikája, de ez a halálnek halálául holsz sor folytatódik a hadlavá holtát sorral, tehát, ha szigorúan nézem, ötszörös betűrímről van szó, ami nagyon-nagyon jellemző az archaikus folklórra, ez a fajta betűrím halmozás. De az Engede ürdünk intetőjének nem sokkal később, szintén egy kicsit a folklórra hajazó gyönyörű irodalmi megoldás, ahol a szavak belső ritmusa, Engede ürdünk, az engé ismétlődése, és egyáltalán a két szónak a teljesen hasonló struktúrája, majd az intetűjének, ez egy olyan ritmust ad az egész szövegnek, ami teljesen művészivé teszi. Tehát nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy emlékeztek? Ez egy magyar szövegemlék, de egy olyan könyvben, amely tele van latin szövegekkel. De nyilvánvalóan nem az égből pottyant ide. Szépsége mutatja, hogy nagyon sok ilyen szövegnek kellett lennie. Hogy hová lett ez a nagyon sok Árpád-kori szép szöveg, erre többféle, nagyon is valószínű válasz van. Az egyik mindjárt a tatárjárásnak a tragédiája, a másik pedig a török hódoltság 150 helyenként a délvidéken 200 éves időszaka. Ez azt jelenti, hogy ami felgyújtható volt, az föl is gyújtották, akár többször is, és ami éghető volt, az el is égett. A nyelvemlékek pedig akár pergamen papíron voltak, akár milyen formában voltak, ezek éghetőek voltak, még vastag bőrkötésben is. Így tehát valószínűleg arról van szó, hogy azért ilyen szép ez, mert egy gazdagabb, egy kifejezetten fejlettnek mondható kora középkori írásbeliségnek a tanúja,
ugyanakkor viszont a testvéreit, ki tudja hány testvérét, a történelmi világégések elemésztették. Így választottunk arra a kérdésre, magányos irodalmi csúcse ez a halotti beszéd és könyörgés az Árpád kor közepéről. Még annyit tehetünk hozzá, talán nem kis szerencse, hogy Boldván született, és Boldváról átkerült Deákiba, a Mátyusföldi Deákiba, ami a török hódoltságtól kevésbé tragikusan érintett terület volt. Ki tudja, hogy Budán, Kecskeméten vagy Székesfehérváron megmaradt volna. Most pedig nézzük a halotti beszéd és könyörgés korának, tehát harmadik Béla király uralkodása korának a hangulatát egy picit. Egy gregorián bejátszás, egy rövid gregorián bejátszás mellé árpádkori templomokat fogtok látni, a mai formájukban természetesen sokszor már hozzáépítésekkel, de az árpádkori része a legtöbben megvan. Adódik a következő kérdés, ha volt magyar nyelvű szép temetési beszéd, akkor a kora középkori Európa latinitási kulturális viszonyai mellett volt-e magyar nyelvű mise? Erre egyértelműen válaszolni nem tudunk, mégis már Szent István király idejéből említhetünk érdekes adalékokat ehhez. Az Árpádkori legendák és intelmek című kötetben is olvashatjátok az István legendakörnek a legendáit, és az egyik ezek közül a Hartwig püspöktől származó. Ebben ezt olvassuk. Az említett király pedig minden cselekedetét teljesen Istennek szentelte. Imáiban magát és királyságát az örökszűz Isten anya Mária gyámsága alá helyezte, kinek tisztelete oly nevezetes, hogy nyelvükön még a szűzmennybe menetelének ünnepét is csak úrnő napjának emlegetik. Miről is van szó? Nyelvükön még a szűzmennybe menetelének ünnepét is csak úrnő napjának emlegetik, tehát magyar terminológiával magyarul megünnepelt ünnepről van szó. Gellért püspök nagy legendája további közvetlenebb fogódzót kínál ahhoz, volt-e magyar nyelvű igehirdetés, volt-e magyar nyelvű mise, vagy legalább részben magyar nyelvű mise a kora Árpádkorban, és akár harmadik Béla idejében, a halotti beszéd és könyörgés születése idejében. Az említett legenda idézett része így szól. Az említett szerzetesek közül pedig 7 tanult és magyar nyelven avatottan tolmácsoló férfi volt, mégpedig Albert, Fülöp, Henrik, Konrád, Krátó, Tászló és István. Ezek maguk is hirdették a népnek Isten igéjét. Ezek maguk is hirdették a népnek Isten igéjét, akik magyar nyelven avatottan tolmácsoltak. Egyébként is, tekintetbe véve, milyen kulturális váltást jelentett a Szent Istváni államalapítás és zseniális királyság alapítás az ős magyar kulturális gyökerekhez, az ősi magyar hitvilághoz, az animizmushoz képest, eléggé elképzelhetetlen, hogy a 10 falu által épített egy-egy templomocskába a hideg téli kőfalak közé be lehetett volna szorítani a híveket, csak azért, mert ott valaki valamit elejétől végig a teljesen érthetetlen latin nyelven mormol. És a korai századokban bizonyosan nem is volt meg még ehhez a teljes latin nyelvű, teljesen minden tökéletesen misézni tudó klérus sem. Tehát praktikus és célirányos okból sem valószínű, hogy minden latinul hangzott volna a korabeli miséken. Végezetül nézzük meg nyelvemlékünket abból a szempontból is, hogyan tudjuk
valóban megérteni, nem csak fülünkkel élvezni, hanem az agyunkkal is megérteni ennek a nyelvemléknek a tényleges tartalmát, mondani valóját. Pillantsunk rá tehát befejezésül a halotti beszéd nyelvi képére, picit a szókincsére és néhány hangtani jellegzetességre is. De mielőtt erre rátérnénk, gondolkodjatok el, hát fölismeritek-e, milyen mai magyar szavak elődei rejlenek a szümtükkel, a homú, a paradicsomot, az ürdünk és a pukul alakban. Remélem, az eddig elmondottak alapján ez nem is olyan nehéz, mint esetleg a téma megkezdése előtt tűnt volna. A helyes válasz természetesen szemetekkel, hamu, paradicsomot, azaz, hogy paradicsomot, ördög és pokol. És már ezekből a szavakból is sokféle hangtani, hangtörténeti következtetést levonhattok a halotti beszéd és könyörgés nyelvállapotára nézve, amely egyébként 26 plusz 6 sorból áll a könyörgéssel együtt, ez összesen 274 magyar szavas emléket jelent. Ha a szóismétlődéseket leszámítjuk, akkor 190 önálló magyar szó van benne. A legnagyobb és legjellegzetesebb hangtani érdekességek egyike, hogy a Tihanyi apátság alapító levelében említett Fehérváru rea mene hodu utu rea típusú szószerkezettől már egy kicsit a mai magyar szószerkezet felé kanyarodott el, az egyszótagú tőszavak ugyan tővék hangzósak voltak a Tihanyi alapító levélben, de 1192 és 95 között ez már változóban volt. Aztán az olvasatomban is láthattátok, hogy bizonyos szempontból, mintha egy kicsit palócos lett volna, ez annak tulajdonítható, hogy a nyelvtörténészek meglehetősen egybehangzó véleménye szerint az ekkori magyar magánhangzó rendszerben a rövid a még nem a mai magyar köznyelvi a, hanem például a palóc nyelvjárásban ma is meglévő rövid ahhoz hasonló hangnak hangzott, és ezért nem halálut, hanem valószínűleg halálut volt a kiejtés, és nem hadlavá holtát, hanem hadlavá holtát lehetett a valószínű kiejtés. Ez azt is jelenti egyébként, hogy a ma ajakkerekítéses a, az egy rövid ajakréses á volt, ha a latin terminussal kedvesebb nektek, akkor átfordítva az illabiális rövid A kérdése szerepelt benne, tehát illabiális rövid szerepelt a mai labiális rövid pozíciójában. Aztán nagyon érdekes például a gyümölcstől alakja, amely ma gyümölcstől alaknak hangzana. Most eltekintve attól, hogy a szókezdő gy az gy-nek, vagy egy kettő közötti átmeneti afrikátának hangzott, amiről szintén eltérő nyelvtörténeti álláspontok vannak, tekintsük csak megint a magánhangzókat. A gyümölcsben i van, szemben a mai köznyelvi gyümölcs ü-ö-jével, amely tehát nem ajakkerekítéses, szemben a mai ajakkerekítésessel. Fordított a helyzet viszont a szümtükkel alakban, ami a mai magyar köznyelvben szemetekkel, tehát még a halotti beszédben ajakkerekítéses, a mai köznyelvben pedig éppen, hogy ajakréses a megfelelés. Általános viszont, hogy sok szóban a nyelvállás szerint zártabb volt a képzés, mint a mai magyar alakokban, ilyen például a paradicsomot is, ahol subut
vagy csumut van, tehát UU szerepel a mai OO helyén, az UU zártabb, mint az OO magánhangzók. Tehát zártabb helyett nyíltabb, labiális helyett illabiális, de ugyanakkor ellenkező tendenciaként illabiális helyett labiális, ezek mind-mind olyan magánhangzó megfelelések, részint történeti változások, részint talán nyelvjárási változatok voltak, amelyek a halotti beszédet, az 1192-95 között lejegyzett halotti beszéd és könyörgést elválasztják egy kicsit a modern mai nyelvünktől, de amint láttuk, össze is kötik. Hiszen mindezek ellenére, ha egy kicsit belegondolunk és néhányszor elolvassuk, nem csak arra jövünk rá, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon szép szöveg, hanem arra is, hogy akár jól meg is értjük. Köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő nyelvtörténeti tételnél. Sziasztok!